Háló, jó estét kívánok! Jó estét kívánok, Szanyi Tibor vagyok. Az igen, parancsoljon! Magyarországért mozgalomnak az alelnöke. Magyarul kedves, azért telefonálok, mert tegnap hallottam a műsorában, hogy egy a Londonból betelefonál a bizonyos Péterrel, nem tudom milyen Péter, hosszas perceken keresztül azt tárgyalta, hogy ezt az új pártomat, az igen szolidaritás Magyarországért mozgalmat, vagy ahogy a sajtó szokta emleget, az ISZOM-ot, a Fidesz fizeti, meg hasonló dolgok környékén ment a diskurzus. Én azért, ez csak egy megjegyzés lett volna, nem telefonálnék, de mivel igen hosszú perceken át erről volt szó, ezért úgy gondoltam, hogy illő dolog erre egy pár mondat erejéig visszatérni, ha megengedi. Hát hogy ne, tegye! No, a vérvád ugye az volt, hogy én bent voltam valamikor a Kossuth Rádióban, sőt, még a Magyar Televízióban is, és na hát, aki ide jár, az minden bizonnyal Fidesz bérenc. Én szeretném elmondani, hogy én 22 év vagyok a politikusi pályámon, és mindig minden évben átlagosan 5-6-8 alkalommal voltam a Magyar Televízió és a Kossuth Rádiónak a vendége. Ez 2010 után is igaz volt, MSZP-s képviselőként, még MSZP-s alelnökként is. Nagyon-nagyon sokszor rendszeresen jártam ezekbe akár a Magyar Rádióba, akár pedig a Magyar Televízióba, semmi változás nincs. Pontosan ugyanannyit járok oda, illetve pontosan ugyanannyit járok a nem kormányzati médiába is. Tehát itt van egyféle egyensúly. Ebből azért levonni 22 év után, hogy akkor én minden bizonnyal Fidesz-bérenc vagyok, ez azért egy kicsit erős. Kivált kép, és azért ezt is szeretném mondani, hogy a Népszava, amelyik ugye azért vállaltan talán a legmarkánsabb ellenzéki lap, az nem is a régen konkrétan egy oldalas véleménycikket közölt Orbán Viktortól, márpedig, hogyha van valamiféle párhuzamosság, akkor most Orbán Viktor, akkor a Fidesz árulója lenne, mert a Népszavának nyilatkozik. Szóval szerintem ezt a parasztvakítást, ezt jó lenne tényleg abba hagyni, és ebből nem levonni semmiféle különösebb következtetést. És meg úgy szó volt arról, hogy a választási törvényt a Fidesz nagy valószínűséggel azért írt át, mert az ISZOM-ot akarja helyzetbe hozni, és a többi, és a többi. Jó, én elfogadom, hogy mindenkinek lehet erről valamiféle véleménye, de azért ne rugaszkodjunk el bizonyos tényektől, és én nagyon nem hiszem, hogy az én pártom a maga 1-2-3%-os jelenlegi súlyával akkora tényező tudna lenni, hogy itt választási törvény meg egyebeket befolyásolnánk. Úgyhogy én csak szeretném visszautasítani ezeket a tényleg otromba és alaptalan vádakat. Ráadásul többen szóvá tették, hogy mi miért nem vagyunk ennek a bizonyos hatos fogatnak, vagy akkor talán hetes fogat lenne ennek a bizonyos ellenzéki összefogásnak a részesei. És erre is szeretnék válaszolni, mert ez is már többször előfordult egyébként az ön műsorában. Egyoldalú a kommunikáció. Bolgárul a honlapunkon jól nyomon követhetően március 6-ától kezdve 4 alkalommal elnöki szinten kérleltük ezeket a pártokat, hogy üljenek le, tárgyaljanak velünk programalapon, bármiről. A borsodi választás kapcsán még nem is volt a 6 párti csoportosulásnak jelölt, amikor mi jeleztük, hogy nekünk lenne, esetleg fontoljuk meg, sőt, ha nekik nem tetszik a mi jelöltünk, akkor rendezünk előválasztást, stb. Hosszú 9 hónap alatt egyedül egyetlen alkalommal a Momentumnak az elnöke kegyeskedett válaszolni nekünk, de az is csak annyi volt, hogy figyelemmel kíséri a pártunk tevékenységét. Én azt gondolom, hogy mi ezt tartósan fölkínáljuk, nagyon szívesen együttműködnénk. Hát, hogyha persze ők úgy érzik, hogy megvannak, ők így hatal le tudják dönteni a Fidesz kormányt, mi ennek nagyon-nagyon örülünk, viszont ezért minket ne bántsanak, mert hogy adott esetben, ahogy egyik MSZP-s vezető fogalmazott, hogy azért nem vesznek be más pártokat, alapvetően ránk gondoltak, mert így is túl sokan vagyunk a csónakba. Hát én azt gondolom, hogy semmi baj, én tényleg nagyon örülök annak, hogy ez a 6 pár le tudja dönteni a Fideszt,
végtelen boldogok leszünk, de szeretném elmondani, hogy ez semmiféleképpen nem róható föl nekünk az együttműködésnek a hiánya. Én ennyit szerettem volna ilyen hirtelen egylendülettel elmondani, és én nagyon kérem a hallgatókat is, meg önöket is, hogy mielőtt ilyen nagyon somás következtetéseket levonnak, azért egy picit illő dolog lenne, hogy mondjam, körültekintőbben fogalmazni. Jó, miután egy lendülettel ezt elmondta, azért egy lendülettel én is kérdeznék valamit. Nem lehet, hogy azért gondolja úgy a hallgató is, meg talán a hat ellenzéki párt is, hogy Szanyival és pártjával esetleg nem közösködünk, vagy nem működünk együtt, mert éveken keresztül ön volt az MSZP fekete báránya, akinek nagyon sok mindennel, most függetlenül, hogy igaza volt-e vagy sem, annyi baja volt az MSZP aktuális vezetésével, hogy talán éppen ezért hívták be az állami tévébe, rádióba, mert ezt szerették ott is hallani. Hát ebben így lehetne mondani, hogy akár igaza is lehetne önnek, vagy a kérdés mögött fölselő dolog. Én ezt azért nem hiszem, még egyszer akkor megismétlem. Ugyanezekkel a mondataimmal, ugyanazzal a politikával, állandó jelleggel az úgynevezett ellenzéki médiának a szereplője is voltam, most nem túl sűrűn, de azért rendszeresen. És azt kell mondjam, és ebben nekem nagyon tiszta a lelki ismeretem, hogy engem úgy választottak 2018-ban az MSZP alelnökévé, hogy egyúttal egyébként azért javasoltam az MSZP fel az akkori feloszlatását és újraszervezését, vagy felszámolását, ez volt a pontos dolog, 18-ról beszélek is, újraszervezését, mert sokaltam azt a kollaborációt, ami a párt, az MSZP egyes tagjai, vezetőtagjai és a Fidesz között volt. Ezért a mondatomért választottak engem alelnöknek, szeretném jelezni. És igazából én világéletemben ugyanazon horngyulai, baloldali úton jártam, az egy más kérdés, hogy én ezt számon is kértem tulajdonképpen a mindenkori MSZP vezetéstől, és pontosan azzal az indoklással hagytam ott 20 év után az MSZP-t, hogy azt mondtam, hogy reménytelen, nem tudtok baloldaliak lenni, és ezért volt az, hogy néhány becsületes emberrel, Székely Sándor országgyűlési képviselővel, Huszti Andrea szakszervezeti aktivistával, egyébként kertészekkel, cukrászokkal, szociális munkásokkal együtt megalakítottuk ezt a bizonyos igen szolidaritás Magyarországért mozgalmat, és mi egyetlen egy dolgon küzdünk, a szociális válság felszámolása, az, hogy pénzt kapjanak az emberek. Ez az egysütetű, egyetlen világos baloldali programunk van, és azt kell mondjam, hogy a többi párt esetében, bár ott is vannak szociális gondolatok, nem tagadom, de ilyen markánsan, ennyire koncentráltan semmelyiknél nincs a szociális gondolat. Szanyi úr, értem, de ha ön mondta azt, hogy azért ment az MSZP-ből, mert úgy gondolta, hogy reménytelen, akkor nem gondolja, hogy ez fordítva is igaz. Azt mondják, hogy hát a Szanyival reménytelen. Ő ment el azon az alapon, hogy reménytelen. Most miért lenne hirtelen remény? Hát azért akkor elég nagy a megbocsájtás nagyon sokak felé, mert például jelenleg ennek a hatpárti összefogásnak azért számtalan olyan tagja van, még párt szinten is, akik a 2018-as kétharmados Fidesz győzelemnek a közvetlen okozói voltak. Én azért soha nem okoztam semmiféle Fideszes győzelmet sehol, sőt a magam részéről én mindig megnyertem a egyéni, négy alkalommal nyertem egyéni képviselői mandátumot, tehát azért én nekem ezügyben elég tiszta a lelkiismeretem, de azok, akik egyébként most mindegy megbánták, meg jó útra tértek, stb. Ezt elhiszem, na de az, hogy tulajdonképpen valakit el lehet utasítani, lehet azt mondani, hogy a Szanyi nekünk nem kell, de ez így nem hangzott el. Én annyit tudok, hogy mi számtalan alkalommal jeleztük, és nem én, Huszti Andrea, az elnökünk, én csak az alelnök vagyok, Huszti Andrea az elnökünk jelezte levélben, üzenetben, mindenféle módon, ez nyúlnyomon követhető egyébként a honlapunkon, hogy szeretnénk bekapcsolódni, szeretnénk tárgyalni. És hogy erre még az a válasz se jött, amit ön mond, hogy hát a Szanyival nem. Semmi nem jött. Egyszerűen semmi. És azért ilyen körülmények között rajtunk számon kérni az egységet, azért viszonylag nehéz és bátor vállalás. Köszönöm, Szanyi úr, hogy jelentkezett. Minden jót, viszonthallásra. Én is nagyon szépen köszönöm, viszonthallásra. Megbeszéljük.